Az Audi Arena külön termében rendezett konferencián a kis- és középvállalkozók a legfrissebb gazdasági eredményeket ismerhették meg. Mindezt banki szemszögből mutatták be a szakemberek. Jelasics Radován, a Szerb Nemzeti Bank volt elnöke, jelenleg a Magyarországi Erste Bank elnök vezérigazgatója, pozitív makrogazdasági előrejelzésekről beszélt. Mindenképpen a mai előadás ahhoz kapcsolódott, hogy milyen mértékben, hálát Istennek, pozitívan megváltoztak a makro előrejelzések, tehát milyen alacsony szinten van a kamat, valószínűleg ez ilyen szinten is fog továbbra is maradni, milyen mértékben nő a hitelezés, ugyanúgy milyen mértékben nő majd a bankoknak a hitelezése, abból indulunk ki mi is, hogy a lakosságnak a fogyasztása is növekedni fog az elkövetkező 2-3 évben, és hogy természetesen a kormány, illetve a Nemzeti Banknak a hitelező ösztönzői mindenképpen az hozzájárulnak, hogy a bankok is többet hiteleznek, de legnagyobb valószínűséggel a hitelfelvevők is egy picit bátrabbak lesznek, mint eddig. Az egyik legnagyobb magyarországi kereskedelmi bank számára 2015 óta stratégiai fontosságú kedvezményes hitelekkel a KKV-k támogatása. Időközben azért van egy keleti nyitás, és ugyanúgy Magyarország megpróbál aktívabb lenne az orosz piacon is, illetve a távol-keleti piacon is, az arab piacokról is ugyanúgy sokat beszélgetünk. Mi mindenképpen örülünk annak, hogyha az ügyfeleink még több profitot termelnek, hogyha még jobban megy nekik a szekerükbe, tulajdonképpen minél jobb nekik a jövőjük, nekünk is, mint hitelezőknek, annál jobb, és ezért mi mindenképpen örülünk annak, ami az utóbbi pár évnek a trendje, és az pedig nyilvánvaló, hogy minden évben azt mondják az embereknek, vegyél föl hitelt, mert jövőre drágább lesz, és ma az utóbbi 2-3 évben jövőre még olcsóbb a hitel, mint amikor eddig volt. Mondom, ez egyrészt a növekedési hitelprogramnak, másrészt az Exim Banknak, tehát attól függően, hogy ki forintba, illetve ki devizában veszi fel a hitelt. Ez mindenképpen pozitívan fejlődött az utóbbi 2-3 évben, és reméljük, hogy ebben az évben is ugye ez a trend föl fog maradni. A konferencián a makrogazdasági elemzések mellett a kis- és középvállalkozók a bank bővülő szolgáltatásait is megismerhették, és az agrárium jövőképéről is tájékozódhattak.